A múlt század 70-es éveinek elején történt, hitoktató voltam egy faluban, egy kislány kérdezte aggódva, tisztelendő bácsi, maguk küldték azt a levelet? Csodálkozva érdeklődtem, milyen levéről van szó. Kitűnt, hogy egy babonás szentantal lánc jár körben, postai úton a községben. Másod le tíz példányban, és küld tovább tíz embernek, szerencse fog érni. Egy asszony széttépte a levelet, és meghalt. Nosza megkértem a leánykát, hozza be nekem azt az irományt. Mielőtt kézbe kaptam a lánclevelet, hősi pózt öltöttem, és az osztály színe előtt apró darabokra téptem. Hadd lássák, hogy nem hal szörnyet, aki nem veszi komolyan a mágikus fenyegetést. Később szereztem egy további példányt, amelyet aztán a templomban, a Szentmise homiliája keretében szaggattam ízekre, hogy nyilvánvaló legyen, miképpen gondolkodik az egyháza a mágiáról. Lassan alább is hagyott a babonás levél hullám. Ott és akkor, ennek ellenére a mágia nem hal ki éppen ellenkezőleg, kultúránk a mágikus gondolkodás reneszánszát éli. Templomainkban is mindig újból megjelennek a különféle babonás levélláncok, ma már korszerű eszközökkel sokszorosítva, de a szokásos primitív ígéretekkel és fenyegetésekkel, ezeket feltehetőleg Csekély műveltségű személyek terjesztik, ami gyakran a helyesírási hibákból is kitűnik. Ám magas műveltségű képviselői is vannak, a New Age mozgalomnak, az ezoterikus bölcsességeknek, a varázslás tananyagainak, a minden tudományos alapot nélkülöző alternatív gyógyító eljárásoknak, a táltosságnak, a sámánságnak, a boszorkánságnak. Mivel ez üzletnek is kitűnő, sohasem lehetünk százszázalékig biztosak benne, hogy az okkult tudás hirdetői valóban hisznek szellemi termékeikben, de tagadhatatlan, hogy tömegek hisznek nekik. Üzemel az inga és a varázsvessző, gyógyszerészek és orvosok is együttműködnek az áltudományossággal a mágikus gondolkodás átfogó rohamának korszakát érjük. Mielőtt bármilyen vitába bocsátkoznánk arról, hogy a felsorolt jelenségek valóban a mágia körébe tartoznak-e, tegyük fel a kérdést, hogy mi voltak éppen a mágia. Akkor tudjuk megmondani egy-egy jelenségről, hogy az mágikus jellegű vagy nem mágikus jellegű. Mágiának kell-e minősítenünk minden olyan eljárás, amely szellemi eszközökkel próbálja befolyásolni a valóságot? Mágia-e, ha valaki azért imádkozik, hogy Isten angyalai oltalmazzák? mágia-e, ha valaki Istentől kér gyógyulást betegségében? Mágia-e, ha valaki szentek erekjéit hordja magával? Mágia-e, ha valaki megáldatja az autóját, abban a reményben, hogy így jobban elkerülheti a baleseteket. Boldogult édesapámnak halálos betegségében nem gyógyuló, állandóan nedvező seb volt az arcán, amelyre kötést vagy kendőt helyezett. Fájdalmai csillapítására tablettákat kellett szednie. Édesanyámnak, aki ápolta, az a gondolata támadt, hogy a seben lévő kendőt megnedvesíti lurdi vízzel vagyis a szűzanya lurdi jelenései idején is helyén fakadt forrás vizével, amelytől sokan meggyógyultak, noha nem tartalmaz semmiféle gyógyhatású ásványi anyagot. Miután megtette, tehát a kendőt beáztatta a lurdi vízbe, és úgy tette édesapám arcára, változást tapasztalt. Édesapám fájdalom csillapítóját, Írintetlenül ott találta az éjjeli szekrényet. Amikor ez ismétlődött, rákérdezett. Nem éreztem szükségét, mondotta édesapám. Nem fájt. A lurdi víz megszüntette fájdalmait. Vajon ez mágikus eljárás volt? Jézusnak a vakon született emberrel való találkozása alkalmával ezt olvassuk. Földre köpött, sarat csinált a nyálból, a sarat a vak szemére kente, és azt mondta neki, eredj, mosakodj meg a siloe tavában. Ez küldöttet jelent. Elment tehát, megmosdott, és épp szemmel tért vissza. János Evangélium 9. fejezet, hatodiktól hetedikig terjedő versek. Jézus vajon mágus volt? Varázslatot űzött? A hívő szívében spontán születik a válasz. Nem, Jézus nem volt varázsló. Gyógyító hatalma nem mágián alapult. Ő Istent nyilvánította ki nekünk. Istent, aki maga az élet a gyógyulás, a boldogság. A hívő imája sem varázslat, a kegytárgyak és erekék hívő használata sem. Istenhez fordulás, Isten erejéhez fordulás, aki maga az élet, a gyógyulás, az egészség, a teljes boldogság. A mágiában valami más van. Lehet, hogy külső hasonlatosságot találunk, a keresztény hit és a mágia jelenségei között, de a belső tartalmuk egészen más. A hívő talán nem tudja szabatosan megfogalmazni a különbséget, de világosan érzi. Ebben különbözik a racionalistától, aki mindent mágiának minősít, ami nem esik a fizikai szükségszerűség határain belőle a racionalista számára babona vagy hit egyre megy. A keresztény számára nem így van. A hit élet, a mágia bűn. A megkülönböztetés kulcs szava. Ha érteni akarjuk a különbséget, a kulcs szó a manipuláció. Mind a hit, mind a mágia kapcsolatban áll valamilyen numinózummal, Vallási értékkel. A szót talán egy kicsit magyarázni érdemes. Numen latinul istenség. Nem személyesen Isten, hanem elvontan istenség. Inkább a pogány latin nyelv használta ezt a kifejezést, de előfordul a katolikus egyházi latinságban is. Például a Veni Sancte szekvencia szövegében, Sine tuo numine nihil est in homine, nihil est innoxium. A te istenséged nélkül, Sine tuo numine, semmi sincs az emberben, semmi ártatlan. Ezt mondja a Szent Léleknek, tehát a te istenséged nélkül. Numen, istenség. Numinózus, a belőle képzett melléknév azt jelenti, hogy valami olyan, aminek az istenségtől kapott jellege van. Tehát valamilyen isteni jellemvonása, valami, amit Isten jellemez, amit, amit Istentől kap valami olyan jellemvonása. Numinózus, ez a melléknév, most Numinózum, a melléknévből képzett főnév valami ami numinozus. Inkább a vallástörténet használja ezt a kifejezést. Tehát valami, ami az istenséggel áll kapcsolatban, valami, amire az isteni jelleg rányomja a bélyegét. Na most mind a hit, mind a mágia valamilyen numinózummal áll kapcsolatban. A keresztény hívő számára azonban ez egészen más, mint a mágia számára. A keresztény hívő azt tudja, hogy minden numinózum kizárólagos forrása az egyetlen transzcendens és abszolút szentség. Ábrahám, Izsák és Jákob Isten. aki Jézus Krisztusban az örök igében nyilvánítja ki magát. Minden szakralitásban, minden szent dologban, minden numinózus vallási jellegben az ő egyedülálló szentsége tükröződik. Ő pedig nem manipulálható. Ellenkezőleg feltétlen odaadást kíván tőlünk teremtményeitől. Azért a hittel mondott ima, akár szavakkal történik, akár Szimbolikus tárgyak használatával, amelyek kifejezik az Istenséggel való kapcsolatunkat. A hittelmondott ima messze menően nem jelenteti azt, hogy Istent kellő eszközökkel rábírjuk akaratunk teljesítésére. Akik így fogják fel a kérő imát, örökké panaszkodnak, hogy Isten nem hallgatja meg őket. És joggal, mert az ilyen ima nem keresztény és teljesen közömbösen hagyja Istent. Máté 6. fejezet 7. versét idézem, az imádságban pedig ne fecsegjetek, mint a pogányok, akik úgy gondolják, hogy bőbeszédűségükért nyernek meghallgatás. Ez nem a hosszas imatilalma, hiszen Jézusról is tudjuk, hogy hosszan imádkozott. Volt, amikor az egész éjszakát imádságban töltötte. Nem a hosszas ima tilalma, tehát, hanem a manipulatív ima tilalma, amelyben az ima tömegével akarjuk lenyomni Isten mérlegét. A keresztény ima egészen mást jelent. Ráállunk Isten hullámhosszára, hogy imánkon keresztül megtehesse azt, amire készül. Máté 6. fejezetének 8. versét idézem, tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek őt. Imádságunk nem teszi Istent a mi eszközünké. Ellenkezőleg bennünket tesz Isten eszközévé. Ez a manipulációnak éppen a fordítotja. A mágia viszont ellenkezőleg a numinózumot manipulálni akarja. Ez a mágia lényege. A numinózum manipulációja. Hogy aztán van-e ennek valamilyen tényleges hatása, az további kérdés. Ezzel jelenleg nem foglalkozunk. Egyelőre elegendő az, hogy a mágikus megközelítés mögött mindig egy hamis kép áll a numinózumról, a vallási értékről. A mágia egyik alapokmánya, a Tabulas Maragdina szerint, ami lent van, az megfelel annak, ami fent van. És ami fent van, az megfelel annak, ami lent van. A Numinózumot a lenti dolgok sémájára kell elképzelni. Ezt teszi lehetővé a varázslatot. Ez egy hamis kép a Numinózumról. Tehát végsősoron hamis kép magáról Istenről. Mindig ott rejlik a mágikus megközelítés mögött, rejtettem vagy világosabban egy bálványimádás. A Biblia transzcendens isten képe, amely szerint Isten megközelíthetetlen világosságban lakik, az első Timos, Timóteus levél 6. fejezetének 16. versét idéztem. Hát ez a transzcendens istenkép, ez azt jelenti, hogy a numinózum nem manipulálható. Az embernek alázatos bizalommal kell közelítenie a szentségeshez, kiejtve kezéből minden manipulációt, Istennel szemben nem vagyok abban a helyzetben, hogy meghatározzam a dolgokat, hogy manipulálja, ezért, ha mágikusan közelítek a numinózumhoz, ez bűn Isten szentsége ellen. Ez ellen a bűn ellen a szentírás határozottan szót emel. Az Ószövetségben olvassuk a következőt, második törvénykönyv, 18. fejezet, a 9-től a 12. versig. Mózes beszél Izrael népéhez, ha majd bemégy a földre, amelyet az Úr a te Istened ad neked, vigyáz ne akard utánozni azoknak a nemzeteknek az utálatosságait. Ne akadjon közötted, aki fiát vagy lányát átviszi a tűzön, hogy megtisztítsa, vagy aki jó tudakozódik, aki álmokat s jeleket magyaráz. Ne legyen varázsló! Se bűbájos, se aki ördöngősöktől vagy jósoktól kér tanácsot, se aki halottaktól kérdez igazságot. Mindezt ugyanis utálja az Úr, és az e fajta vétkekért törli el azokat a nemzeteket utatból. Idézet bezárva: Lehet, hogy valakiben fölmerül, amint már olvastam is ilyen véleményt, hogy ez csak egy olyan ószövetségi rituális törvény, amely ma már az Új Szövetségben érvényét vesztette, ahogy mondjuk a sertéshús tilalma is érvényét vesztette. Ha valaki így gondolkozik, olvassa el az apostolok cselekedeteiből a 19. fejezet, 18. és 19. versét. Pálapostól Efezusi tartózkodásáról van szó. Tudni kell, hogy Efezus volt az ókorban, mint egy a mágia szellemi fővárosa. A mágikus írásokat úgy nevezték, hogy Efezia Grammata, Efezusi iratok. És itt Efezusban a megtért hívők 50 ezer ezüst értékű mágikus irodalmat égetnek el mert fölismerték, hogy pálban hatalmasabb erő működik, mint az ő általuk ismert minden mágikus erő, és mivel megtértek az igazistenhez, nem tűrik meg tovább a mágiát a házukban. Azt is gondolhatja valaki, hogy ez csupán az úgynevezett fekete mágiára vonatkozik, az ártó mágiára, de nem vonatkozik a fehér mágiára, a jóindulatú segítő mágiára. Ha valaki így gondolkozna, keresse ki ugyancsak az apostolok cselekedeteinek könyvéből a 16. fejezetet, abból is a 16-tól a 19. 19. versig terjedő részt, ahol egy rabszolganőből azért űzi ki Pál apostol a jós lelket, mert azt kiabálja utánuk, ezek az emberek a magasságbeli Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek. Hát ez már csak igazán nem fekete kijelentés. Ez, ez teljesen igaz is. Tartalmilag nem rossz. Csak éppen egy jós lélektől származik. És Pálapostól nagyon jól tudja, hogy a jóslás bűn, minden okult tevékenység bűn. Ha valakinek még kételjei vannak, nézze meg a katolikus egyház katekizmusát. Ott találjuk összefoglalva az egyház tanítását hit és erkölcs dolgában. Idézek a katekizmus 2116. pontjából. A horoszkópok, az asztrológia, a tenyérjóslás, a kártyavetés, a jelek értelmezése, a jövőbelátás, a jósokhoz, médiumokhoz való fordulás mind arra törekszik, hogy hatalma legyen az idő, a történelem és végső soron az emberek fölött ugyanakkor kegyessé akarják tenni a titokzatos hatalmakat. Mindezek ellent mondanak a szerető félelemhez kapcsolódó tiszteletnek és imádásnak, melyel egyedül Istennek tartozunk. Ennyi az idézet, most idézek egy másik pontból is, a 2117. pontjából a katekizmusnak, a mágia és a varázslás valamennyi fajtája, melyekkel az emberek úgy tesznek, mintha hatalmuk lenne az okkult hatalmak fölött, mint a szolgálatukra tudnák kényszeríteni őket, és természet fölötti hatalomhoz jutnának általa fele barátjuk fölött, még ha az egészségét akarnák is visszaadni, súlyosan ellenkezik a vallásosság Erényével. Idézet, Bezárva. Azt hiszem, ez világos. Nem vitás, hogy a mágia és a keresztény hit két ellentétes út, amelyek között az embernek választania kell. De van egy további különbség is a két út között, nem csak a vallási különbség. Különböző a viszonyulásuk az emberi értelemhez. A keresztény hitben egy olyan igazságot fogadunk be, amely fölötte áll az emberi értelemnek. De ez nem jelenti az értelem elvetését. Mi az értelmet nem utasítjuk el. Más a racionalizmus, amely csak olyan valóságot hajlandó elfogadni, amely elfér az emberi értelem keretei között. Ilyen formán, ami véges értelmünket, Mért szévé teszi a határtalan lét és a végtelen Isten számára is, ezt a korlátozást mi nem fogadjuk el. A valóság akkor is valóság, ha túllépi az emberi értelem korlátait. Ám de saját határai közt illetőségük területén az értelem normái érvényben vannak. Mi nem utasítjuk el az észszerűség követelményét csak azt hangoztatjuk, hogy ami túllépi emberi értelmünk teljesítőképességét, az ettől még nem válik okvetlenül észszerűt lenni. Pusztán értelmünk eszközeivel nem tudjuk levezetni, csak hogy ugyanezekkel az eszközökkel nem tudjuk megcáfolni sem. Kisfaludi Árpád, a budapesti teológiai kar egykori dogmatika professzora fogalmazott így, akit nem érek föl azért, hogy megsimogassam, azt nem érem föl azért sem, hogy megpofozzam. A ráció nem tudja bizonyítani a misztériumot, mert az magasabb nála, de nem tudja megdönteni sem, mert magasabb nála. Ellenőrizheti a misztérium hihetőségét, de nem ellenőrizheti a misztérium igazságát. A hit Isten ajándékaként kezeli a rációt, de közben Isten magasabb ajándékait is érdezi. A mágia viszonya más az értelemhez. A mágia hátat a rációnak. Az idézett hermetikus elv szerint, ugye Hermes Trismegisztosnak tulajdonítják a tabula smaragdina szövegét, ami lent van, az megfelel annak, ami fent van, és ami fent van, az megfelel annak, ami lent van. Ez szerint azt várnánk, hogy a ráció hatáskörét kiterjeszti a mágia felsőbb világra is. De éppen az ellenkezőjét látjuk. Fölmond a rációnak e világ dolgaiban is. Egymással ellentétes dolgokat tart igaznak, bizonyítás nélküli állításokat közöl, nem csak vallási és filozófiai, hanem természettudományos és történelmi szinten is példának egyelőre legyen elegendő felhozni az előadás elején említett babonás lánclevelet. Ha tovább küldöd ezt a levelet, teljesül a kívánságot. Ha nem küldöd tovább, baj ér. A legcsekélyebb utalás sincs arra nézve, hogy ezek az információk honnan származnak. Az észszerűség minden követelményem előzve van a priori bizonyításra nem szoruló tételként vannak előadva, meglehetősen észszerűtlen, sőt, ostoba állítások. Ahhoz, hogy ezeket elutasítsam, nem is volt szükség a keresztény hitemre. Elegendő volt a józan ész. Kiáltanék, sikoltanék, emberek, legalább a józan eszeteket őrizzétek meg. hallgat -e rám valaki? nemrég egy katolikus internetes levelező listára egyik levelező egy PowerPoint fájt küldött, azzal, hogy kedves. Angyalokról szólt, fölöttébb izléstelen módon ábrázolt angyalokról, nem keresztény angyalokról, hanem New Age angyalokról, és azzal végződött küld tovább ezt egy órán belül öt embernek, és kívánj valamit, kívánságot teljesülni fog. Irgalom, atya, ne hagyj el!